Pásztor Jukka zenéjéről is. Okay. And the next question we are going to have a question about Pastor Jukka's music too. Okay, kérlek, hogy akkor adjátok vissza ezeket most már. So please give. Aztán menjünk tovább az Isten tisztelettel. Let's go on with the service. Most már erre szánni. Láttam, hogy többen néztétek a mellettetek ülőnek a válaszait. I saw that quite a few of you were looking at the answers that the person next to you was Csak writing. Mondanunk kellett volna, hogy itt nincsenek jó és rossz válaszok. Bocsánat, we az lehet, hogy nem volt világos. We should have told you that there are no good and bad answers with that. Okay. Maybe it wasn't clear. De nézzük. Let's see. Azt mondja, először is. First of all. Pastor Cornél és Ani, felállnátok, kérlek egy pillanatra, csak jó, Pastor hogy itt vagytok. Pastor Cornél and Ani, could you stand up for a second? It's great to see you. Jó, hogy itt vagytok. It's great to have you here. És Szabó Ádám addig igyekszik vinni a dolgokat Sepsin. Szabó Ádám is trying to head up the things in Sepsin. Ma beszélgettünk Polinával. Today we were talking to Azt mondta, Polina. Hogy minden rendben van eddig, még megvan a gyülekezet, úgyhogy még. And she said everything's all right so far. The church is still there, so there's a place you can go back to, Pastor Cornél. Aztán nézzük csak. Then let's see. Emlékszem, Pastor Scheller mesélt a Zánkán. I remember Pastor Scheller was. Sokan hallottátok már a történetet, de mindig vannak újak a gyülekezetben is. Many of you have already heard the story, but there are always new people in the church. Fontos, hogy ismerjétek a gyülekezetünk történelmének a fontos eseményeit. Important that you would know the important events of our church history. És Pastor Scheller valahol kint sétált, és aztán hallott valami artikulátlan zajt, valami ilyen nyűszítést, vagy valami szőr, valami So Pastor Scheller was walking outside and then he heard this painful sound from somewhere like És azt gondolta, hogy valószínűleg egy csapdába esett állat lehet. He thought that it must be a trapped animal. Úgyhogy elment és utána nézett. So he went to check it out. És a Pásztor Borci volt, aki énekelt a zuhany alatt. And it was Pastor Borci singing under the shower. Úgyhogy Pastor Borci, nagyon örülünk, hogy itt vagy. So we are very happy to have you here, Pastor Borci. Pásztorunk a Fehérváron. He is our pastor in Fehérvár. És nagyon hálásak vagyunk érte. And we are very thankful for him. És ígérem, nem fog énekelni a színpadon. And I promise he's not gonna sing on the stage. Ami nagy megkönnyebbülés neki is. Which is a great relief for him too. Egyszer megengedjük, right. Hogy prédikáljon, még az is lehet, hogy Maybe fog, ki tudja. Once when we allow him to preach, he will even sing, or I don't know. We will see. Okay, nézzük csak. Okay, így egy érdekes időszakban vagyunk. We are in an interesting period of time. A húsvét és a pünköst közötti időszakban. Between Easter and Pentecost. És ugye a húsvét talán a legdicsőségesebb esemény a hitünkben. And Easter is probably the most glorious event of our faith. Karácsony se annyira rossz. Christmas is not that bad either. De a húsvét azért az But Easter is nagy dolog. Something great. Kereszt. The cross, Krisztus halála, the death és of Christ feltámadása, and his resurrection, és aztán a pünkösd, and then Pentecost, amikor megszületik a gyülekezet, when the church is born. És ez egy érdekes időszak volt, and it was an interesting period, amiben most vagyunk, where we mert are now, Krisztus már feltámadott, because Christ was already de a tanítványok risen, még várták but the disciples Istennek az ígéretét, We're still waiting for the promise of God, that power kapnának, that they would receive. Apostolok cselekedete 1:8-ban a Szent Szellemet, the Holy Spirit, aki eljött. Who came. Apostolok cselekedetei 2-ben. In Acts 2. És ez egy átmeneti időszak volt. So that was a transition time. És ők vártak. And they were waiting. És türelmesnek kellett lenniük. And they had to be patient. Ez többé-kevésbé sikerült nekik. Which they succeeded in more or less. És aztán megszületett a gyülekezet. And then the church was born. Egy kicsit szeretnék így visszanézni I'd like to a húsvétra leletek, to Easter with és konkrétan így Krisztus életének az egy szeletét így megnézni. And we would like to look at one aspect of Christ's life. És kérlek, lapozzatok velem Máté 26-hoz. So please turn with me to Matthew 26. És olvassunk együtt egy pár verset. And let's read a couple of verses kérlek, together. Nézd ezt meg velem. So please look at it with me. 37. vers. Verse 37. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, és elkezdett szomorkodni és gyötrődni.
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Ez közvetlenül a keresztre feszítés előtt van. It's right before his crucifixion. És ott van a Getsemáné kertben. And here he's there at the Garden of Gethsemane. És elkezd szomorkodni, gyötrődni. And he started to be sorrowful and heavy. Itt jön az egész terhe ennek a helyzetnek. Here comes all the burden of this situation on him. Majd azt mondta nekik, felette igen szomorú az én lelkem, mind halálig, maradjatok itt és virrasszatok velem. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. És ugye jön a kereszt, and then the cross is meghal értünk, he dies for us, és nem menekül el, and he's not fleeing, ami olyan könnyű lenne. Which would be so easy. Fölmész azon a hegyen. You go up that mountain. Át a pusztába. And on the other side there's the wilderness and you're gone. Negyed óra, 20 perc, és senki nem talál meg. It's like 15-20 minutes and nobody can find you. Egy kissé előre ment, arcra borult, és e szavakkal könyörgött. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Majd visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és azt mondta Péternek. And he comes unto the disciples and finds them asleep and says unto Peter, ennyire nem tudtak vigyázni velem még egy órát sem. What, could ye not watch with me 1 hour? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Watch and pray that ye enter not into temptation. Hát jó lehet, a szellem kész, de a test erőtlen. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ismét elment másodszor is, és könyörgött, Atyám, ha nem múlhat el tőlem ez a pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük megnehezedett. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. És ott hagyva őket, ismét elment. And he left them and went away again. És harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. And prayed the third time, saying the same words. Mennyei Atyánk, Heavenly Father, kérünk téged, we ask you, hogy használd ezt az üzenetet, to use this kavadd message, fel a szívünket, stir our hearts, bátoríts bennünket, encourage us, vezess minket, lead us, Jézus nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Amikor Jézusnak közelgett ez a pillanat, a kereszt és a Pilátus előtti és a nagy tanács előtti tárgyalása. When that moment was coming close to Christ, like the cross, and then his trials before Pilate and the Sanhedrin. Akkor ő hova fordult? Where did he turn to? Akkor az ő atyához fordult. He turned to his ez volt az azonnali válasza a helyzetre. That was his immediate answer for nem the situation. Elbújt, he didn't nem hide. Nem élt tagadásban. He didn't live in denial. Hanem egyszerűen csak imádkozott. Istenhez fordult. És azt mondta, ha lehetne. And he said, if it's possible, tőlem, please take de it a te away akaratod me, legyen meg. But let your will be done, ne az enyém. And not mine. Ne az enyém. Not mine. De ez nem olyas valami volt, amit Jézus itt kezdett. But it wasn't something that Jesus started at this point. Lukács 6-ban. In Luke 6. 12. vers. Verse 12. Azt mondja, azokban a napokban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát Istenhez való imádkozással töltötte. It says, in those days it happened that he went, and it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Hogy imádkozott egész éjjel. So he prayed és the whole night. Nem egy ritka dolog volt nála. And it was not a rare thing with him. Imádkozott éjjel. He was praying at night. Imádkozott Márk 1-ben. In Mark 1. 35. vers. Verse 35. Kora reggel még szürkületben fölkelt, kiment és egy puszta helyre ment, ahol imádkozott. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Jézus imádkozott. So Jesus was praying. Ez fontos. And that's important. Okay, Noah Épített egy bárkát. Built an ark. De még azelőtt elkezdte, hogy az eső esni kezdett volna. But
But he started it before the rain started to come. Nyilván. Of course. Különben nem emlékeznénk Noéra. Otherwise we wouldn't remember him. Mert késő lett volna because akkor it már. Would have been late. Jézus nem akkor Jesus kezdett imádkozni, amikor jött a próba, amikor jött a kereszt, hanem ő korán elkezdett imádkozni. But he started to pray early. Jóval korábban. Much earlier. Az egész életében. In his whole life. Miért? Why? Mert fel kellett készülnie. Because he had to prepare. És itt ebben a részben, Máté 26-ban, amit megnéztünk, Matthew 26 that we looked at, látunk egy változást. We see a change. És a változás az ez, and the change hogy, is this. Hogy előtte gyötrődik és szomorkodik. That before that he's heavy and he's sorrowful. Pastor Scheller beszélt erről nemrég. Pastor Scheller és preached aztán that imádkozik, not long ago. Then he prays. És utána and afterwards, összeszedett. He's poised. Összeszedett és tudja, hogy mit csinál. He's poised and he knows és what készen he's doing, áll and a helyzetre. He's ready for the situation. És amikor levágják a szolgának a fülét, and when akkor they, meggyógyítja. They cut off the és servant's amikor jön Júdás, ears, then he heals it and when Judas akkor comes, azt mondja, then he says, csókkal árulod el az embernek fiát. Do you betray the son amikor, of man with a kiss? Amikor el akarják vinni, when they want to take him azt away, mondja, he says, ez a sötétség órája, this is the hour of darkness, your time. Úgyhogy elvihettek. So you can take amikor a nagy tanács előtt van, when he is before the Sanhedrin, akkor nem ott nem gyötrődik. He's not ott nem szomorkodik. There. He's not ott összeszedett. Tartása poised. Van. He's és nem hajlik meg a dolog előtt. And he's és azt hiszem, not bent because of it. És azt hiszem, ebben van egy fontos lecke a számunkra, and I believe there's an important lesson in this for us, hogy az ima that prayer az tartást ad nekünk. Gives us az ima felkészít engem egy helyzetre. Prepares me for a situation. Amit itt láttunk, what we saw hogy Jézus jó előre imádkozott, that Jesus was és praying, hallott az ő atyától, and he heard from his father, és tudta, hogy mi az atya akarata, early, and és he abban knew járt. What the will of the father was, and he was walking in it. In a sense we could say, hogy ő jó korán imádkozott, jó előre imádkozott, jó korán imádkozott. That he prayed much earlier, long time before. 119-147-ben azt olvassuk, we read, hogy nézzük meg ezt a verset, mert ezt használni fogjuk. Itt látunk pár dolgot az imáról. We see here a couple of things about prayer. Okay, hajnal előtt fölkelek, kiáltok hozzád. I prevented the dawning of the morning and cried. Hajnal előtt fölkelek, kiáltok hozzád. I prevented the dawning of the morning and cried. Ez egy nagyszerű rész. That's an amazing portion. Imádkozni jó előre. Praying előre way ahead of imában. Time. To go before in nem, prayer. Nem akkor térdre esni, mikor jön a baj, not to vagy fall nem csak on akkor, your knees when trouble is here, or not legyen only then, ima az életemben, but that there would be prayer in my ahol life, van felkészülés. Where there's preparation. Az ima felkészülés. Prayer is preparation. Mire? For what? Még nem tudom. I don't know. De yet, azt tudom, but I know, hogy Isten felkészít engem. That God is preparing ugyanúgy, me, mint az üzenet. The same hallom way az üzenetet. As I hear the message, lehet, hogy a mai nap azt mondom, and maybe today I ez say, ugyan miről szólt. What is this about? De lehet, hogy két hét múlva, but maybe in 2 weeks, vagy az utcasarkon, or at the vagy street corner, három év múlva, or in 3 years, ez az üzenet hasznos lesz a számomra. This message will be useful for ugyanígy me, az imával. The same way imádkozom. With prayer. Nem, pray, nem látom még a hatását. I can't see nem látom the még a választ. I can't see kérek, the answer. Istenhez I'm fordulok. I'm turning to God. De Isten felki, tudom, hogy Isten készít engem valamire. But I know that God is preparing van, me for something and it's useful and it has a purpose. Mit látunk itt? 147. vers. Verse 147. Hajnal előtt fölkelek. I get up before the dawn. Ha megkérdezed hajnalt, ez nem nehéz, ő nem szeret túl korán kelni. And if you, de, bocsánat. In Hungarian it works, bocsánat, not in English, but De hogy hajnal előtt fölkelek. Hajnal doesn't like to get innentől up early. Kezdve elrontottam so az üzenetet, it's bocsánat. Easy to get up before her, because her name means dawn in hogy, Hungarian. Hogy hajnal előtt fölkelek. So mikor I get kezdek, up before mikor imádkozom? Dawn. And when do I get up? When do I start praying? Korán. Early. Mikor imádkozom? When korán. Do I pray? Early. Idő előtt. Lehet, hogy még nem is tudom a bajt. Before the
time. Okay, ki lehetne egy másik tolmás, mert ezt elintéztem. I might not even know what the problem is. Lehet, hogy nem tudom még mi a probléma. I might not even know what the problem is. De azt tudom, hogy itt az idő, hogy imádkozzam. But I know that lehet, hogy it's nem tudom, hogy mivel fogok szembenézni a napban. I might not know what I have to face during the day. De itt az idő, hogy neki kezdjek azzal, hogy felkészülök Isten előtt. But the time is here to start preparing before God. Mi az, amit látunk itt először? What can we see here first? Hogy ez egy kora reggeli ima volt. That it was an early morning prayer. Hogy olyan volt, a Zsoltár író úgy beszél, and the psalmist speaks in a way, mintha birkózna az idővel. As if he would be wrestling with time. Mintha küzdene az idővel. He would be struggling with time. Hogy nehogy hogy elkapta az időt. So he caught time. Hogy nehogy elszaladjon. He didn't hogy nehogy let elveszítse. It run away. He didn't want to lose it. Hogy nehogy kifusson belőle. He didn't want hogy to nehogy elveszítse azt az alkalmat, azt a pillanatot. He didn't want to lose that opportunity, that moment. Hogy meg akarta ragadni, mert tudta, hogy ahogy múlik az idő, that as time is going by, elmegy az egész életem. My és whole mi van, life goes by. Mi van, what's there? Ha végig élem az életem, what if I live my anélkül, whole life without? Hogy valami jelentős, örökkévaló haszna lenne. It having something significant, something eternal. Sok ember van, akinek nem okoz gondot elvesztegetni éveket, hónapokat. Whom it's not a problem to lose years or months. És nem csinálni semmi örökkévalót bennük. Just to waste it and not to do anything eternal in them. Ráérünk arra még, majd törődöm Istennel az életem végén. We have enough time for that. I will care about God at the end of my life. De igazán Isten azt mondja nekünk, hogy csináld korán. Saying to us, do it early. Időben. Start it miért? Early. Why? Efézus 5:16. Ephesians 5:16. Azt mondja, hogy a napok gonoszak. The days are evil. Van egy rossz tartalmuk. They have a bad content. És egy értelemben. And in a sense, elébe kell mennem. I have to go ahead of it. Meg kell ragadnom korán. I have to grab it early. Mielőtt még jönnének a kísértések. Before temptations el kell kapnom would come. I have to take hold of it. Egy kora reggeli ima. An early morning prayer. És amikor imádkozom, and when I pray, akkor megragadom azt a pillanatot. Then I grab that moment. És akkor élek igazán. And then I live truly. Nem várom a jövőt, sajnálom a múltat. I'm not looking ahead for the future. I'm not feeling sorry about the past. És veszítem el a jelent. And losing the present. Hanem megragadom a jelent. But I take és Istennel közösségben vagyok. And I'm in fellowship ebben with a pillanatban. God, this moment. Ebben a pillanatban. This moment. 88. Zsoltár. Psalm 88. 4 a magyarban. Azt mondja, hogy kora reggel az imám előtt bemegy. Én azt hittem, várjál. Lehet, hogy elnéztem előzést. I'm sorry. Okay. Nem jut eszembe. Akkor elrontottam. Az egy másik, igen. Az se rossz egyébként. 5-4 jó. Akkor nézzük azt. Köszönöm. A magyarban 5-4. Okay, so 5-3 is another one, but it's also good. Uram, jó reggel hadd meg hangomat, jó reggel eléd készülök és várlak. My voice shall thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee and will okay. Look up. Miről szól ez? What is this about? Korán keresem őt. I'm looking for him bele, early. And just think of ha visszagondolunk így a történet, mondjuk Izraelnél. If we think back of the history of Israel. Isten annyi mindent adott, annyi ajándékot adott korán reggel. God gave them so much, so many gifts early in the morning. A kivonulás.
when they went amikor out, kimentek ez, Egyiptomból, when they left Egypt, 2 Mózes 12-ben, in Exodus 12, akkor azt olvassuk, we read, hogy jó reggel fölkeltek, that they got és up mentek. Early in the morning and they left. Korán reggel. So it was Isten készített nekik valamit korán reggel. God prepared something for them early in the morning. Amikor szétnyitotta nekik a Vörös tengert, when he opened up the Red Sea for them, csak két fejezettel később, two chapters akkor, later, akkor ugyanez volt. It was the Isten same thing. Küldte a szelet, at night God és reggelre készen volt. And by the morning it was ready. A Vörös tengert. He opened up the Red Sea for them. Aztán a manna. Then the manna. Korra reggel adta nekik a mannát. He gave it to them early in the morning. Megint két fejezettel később, again, azt hiszem. Another two chapters later. Jött a manna. Isten készített nekik valamit. God prepared something és, for them. És miről szól ez? And what is this about? Arra gondolok, hogy az imában I think in ez prayer, Isten készít nekünk God is preparing szabadulást, deliverance for útmutatást, us, direction, gondoskodást, and provision. És ez valami, amit megragadhatok. And this is something Isten I can take a hold úgy hiszem, of, hogy bátorít minket erre, I believe God is encouraging hogy us menjünk for ebbe this, az irányba, that we would go this direction. Hogy ne, tudod, sokszor azon tűnődünk, many times we wonder, van-e haszna ennek a napnak? Does van-e örökkévaló haszna any use ennek a napnak? It? Does it have any de hogyha use? Megelőzöm imával, but if I go ahead ha imában megyek elébe, prayer, if, ha azzal nyitom meg a napot, with prayer, if I open the day with akkor prayer, találok valami gyönyörűt, then I'm gonna find something beautiful, ebben, and I deeply believe in that, that it's so important, hogy legyen korai ima az életünkben, that there would be an early morning prayer in our lives, that we would meet mielőtt a fejem megtelik mindennel, ami az életben történik, hogy őre figyeljek, hogy pay attention to him, that I would set my heart to újra. Him again and again. Úgyhogy azt látjuk itt először. So what we see here first of all, 119-147-ben, Psalm 119-147, that this is an early morning prayer. Aztán a második and then the second dolog, thing amit itt látunk, that we see hogy here, én fölkelek. That it's I wake fölkelek. Up. I wake up. Ez egy magán jellegű dolog. This is a private okay. thing. Vannak közös imáink. We have most pénteken, ugye? Talán pont. This Friday actually, igen? Right? Most pénteken este, és tényleg bátorítalak, gyertek. Night, we are going to have our prayer night, and I encourage you, come out, and let's pray together. It starts at 7:30. És itt vagyunk egy két órát, imádkozunk, jó közösségünk van, tényleg nagyszerű. And we have amazing fellowship. De van egy másik oldala ennek. But it has another side to it as well. Máté 6:6-ban azt mondja, hogy legyen egy titkos imád, ami arról szól nekem, hogy van egy személyes kapcsolatom Istennel. Which tells me that I have a personal relationship. Egy magán jellegű dolog, egy meghittség, private, ami nem nyitott intimate, mindenkinek, that's not sőt, open to everyone, senkinek nem nyitott. Ez kizárólag az övele, az enyém és az övé, ahol elmerek me, neki mondani mindent. Kell, everything. Hogy legyen olyan there része a hívő életemnek, amiről senki nem tud, de ami erőteljes ővele, really amiben megragadom őt, és megengedem neki, hogy megragadjon engem. Apprehend him and I allow him to apprehend me. A szívemnél fogva. By my heart. Aztán még egy dolog itt. And then another thing. Hogy kiáltok hozzád. That I cry to kiáltok you. Hozzád. I cry to you. Azt hiszem, itt háromszor mondja három versen I belül. I think within three verses here he says kiáltok that in hozzád. Three times. Kiáltok hozzád. I cry to thee. Kiáltok I cry hozzád. To thee. I cry to thee. Ez egy nagyszerű dolog. It's something amazing. Mert ebben van egy buzgóság. Because there's a jealousy, a zeal in it. Nem azt mondja. It doesn't say. Fölkelek. I get up. És monoton elmondom a szokásos imámat neked. I just repeat in a monotonous way my usual prayer to you. És not, elnyammogom az imámat neked. I get up and I just. I don't know. nem az, hogy nem a Julika. Mi lenne a helyes szó, a nyammogokra angolul? nem egy unott módon. So it's not something that I do in a elismétlem, way that amit tegnap is mondtam. I repeat what I said yesterday. Remény nélküli módon. It's not without hope. Elmondom neki. I tell him, hogy tudom, hogy úgyse adod meg. I know you won't give it tudom, to hogy me. Nem törődsz velem. I know you don't tudod, care hogy nem about fontos, me. Amit mondok. I know it's not important de what I say. De azért elmondom, mert ezt akarod. But I tell you because this is úgy, what you want. Kérlek, so please. És úgyse lesz meg. And I know it's not gonna okay. happen. Okay, hanem nem ezt mondja. So it's not like hanem, this. Hanem azt mondja. But what he says here is kiáltok. That I cry to you. Istenem segíts! My God, help me! Marad, I need you. I'm in trouble. Kell lesz nekem.
Gyere! I need you, come. És aztán a feleséged bekopogta, drágám, jó vagy? De... And then your wife knocks at the door and asks, honey, are you all right? De te imádkozol. But you're praying. Okay, ez számít, ez fontos. That's important, that matters. Kell, why? Hogy legyen. Because you have to tűz have az életemben. Fire in okay, your life. Ezért kaptuk a Szent Szellemet, úgy hiszem. That's why we received the Holy Spirit, I believe. Buzgóság, that there would be zeal. Hogy legyen izgatottság. That there would be excitement. Hogy legyen öröm, hogy legyen that there would be joy, there would be freedom. És Róma 8-ban and in Romans 8, olvasunk erről, we read about hogy this, a Szent Szellem that the Holy közben Spirit jár értünk. Is interceding for us. Kimondhatatlan esedezésekkel. With és cries that cannot be uttered. És hiszem, hogy ő vezet minket ebben. And és visz minket az imában. That he is leading us in this and he is carrying us in prayer és and we need that. Hozzá, és azt mondani, Istenem, kérlek, say, segíts please, nekem, help Istenem, kérlek, God, please, mentsd meg save az édesapámat, my father, a testvéremet, my brother, a szomszédomat, my neighbor, engem, say bajban me, vagyok. I'm in trouble. Kérlek téged. I ask you. Nem egy közömbös ima. It's not nem an egy indifferent ima, prayer. Nem not egy megszokott ima. Prayer, not a hanem, familiar hanem egy kiáltás. Prayer, but it's a cry. Ahol azt mondom. Where I say. Istenem. God. Nem élhetek, ha nem válaszolsz. I can't live kérlek without your answer. Please answer kérlek me. Please answer me. És itt háromszor kiáltottam, kiáltok. And three times we read it here that I cried. Ez fontos. That's important. Ez a különbség. That's the difference. A kemény szív between a hardened és heart a megtört szív között. And a broken heart. A kemény szív the hardened heart nem tapasztalja meg Isten jelenlétét. Doesn't experience the presence of God. Akkor azt mondja. And he says, ha te így, well, if this is how you do it, akkor én is így. Then this is how I do it. Aztán majd meglátjuk, ki unja meg előbb. And then we will see who will be bored by this first. Tényleg. Really? De a megtört szív, the broken aki heart, igazán akarja Istent, who really wants God, elveszítem Isten jelenlétének a megtapasztalását. I lose létezik ilyen. The experiencing of the presence of God. It nem happens. Nem érzem őt. I don't nem feel találkozom him. Vele. I can't meet him. Lehet, hogy kinyitom a Bibliámat. Maybe I just open my Bible. És száraz. And it's dry. Lehet, hogy nem vagyok izgatott. Maybe I'm not excited. A közösség felől. About az élet felől. About life. Hogy maybe így vagyok. This is how I de am. Akkor azt mondom, but then a megtört szív azt mondja, the broken még inkább, heart says, Uram, kérlek, Uram, oh, kérlek, Lord, please, Uram, please, kérlek, Lord, még please, inkább kapaszkodom more, beléd, him, még inkább kereslek even téged. More, I'm looking for you. Nem kevesebbet, hanem többet. Kérlek, I want Istenem, more and not less. Kereslek téged. Lord, utánad please, megyek. I'm going kell after a szereteted. You. I need your love. I need you. Mind a két ember both people lehet ugyanabban a helyzetben, can be in the same hogy távol érzi magától Istent, that they feel that God is far de mi a from következménye, hova but, visz ez engem? What's the consequence of that? Where does it take me to? The broken mondja, heart, the humble heart Uram, says, inkább megyek oh Lord, utánad. I go after erre you even more. Szükségem. This is what I need. És itt háromszor mondja, and here three times he says that I cried. Sokszor látjuk ezt, nem? Many times you see az előbb olvastuk. We just read. Jézus háromszor imádkozott. Jesus prayed three times. Uram, kérlek. Lord, Atyám, please, kérlek. Father, please. Vedd el tőlem ezt a poharat, de this ha nem, cup away from me, but akkor if you legyen don't, meg a te akaratod. Let your will be done. És aztán megnyugodott ebben. And then he ki kell innom ezt a poharat. Yes, I have to drink that cup. Pál apostol ugyanezt csinálta. And the apostle Paul 2 Korintus 12-ben. Vedd el tőlem ezt a tövist, kérlek. Vedd el tőlem ezt a tövist, kérlek. Vedd el tőlem ezt a tövist. Nem mondta, hogy nem nyugodott bele könnyen, hanem ment utána. He just went after that. He didn't give up easily. És újra meg újra látjuk ezt. And again and again we see that. De figyelj, nem a szám a lényeg. But it's not the number that matters. Nem az, hogy háromszor kell imádkoznod. It's not that you have to pray three times. Hanem szerintem ez arról szól, but I think hogy menjünk túl azon, ami természeti az imánkban. We merjünk should go többet kérni, past merjünk the natural in tovább our prayer. Kérni. Let's dare merjünk to imádkozni ask for azért, more. Ami reménytelen. Ask longer. Mint let's Illés. Dare to pray for something that looks hopeless, like Illés. Elijah. Egy királyok 17-ben. First Kings 17. Imádkozott azért a gyerekért, aki meghalt. He prayed for that boy who died. Még egyszer, and again még he prayed, egyszer, and again three is, times. Hogy menjünk túl rajta, so azon, ami természeti lenne. What mert a természeti ez lenne. Because that would be the natural thing. Hát én már kértem. But I've already asked for ő it. Isten, nem?
He's God, minden right? Tud. He knows everything. Akkor mit akar még? So what else does he want? A megtört szív azt mondja. But the broken heart says, Uram, én kereslek téged. Lord, I'm looking Uram, én kereslek téged. Lord, I'm újra és újra. Again and tovább again. És tovább. More nem and állok more. Meg. I don't kiáltok stop. Hozzád. I just kérlek keep crying téged. To you, please. Kérlek téged. Please. Nem a szám a lényeg. It's not the number that hanem matters. Az, hogy lépjünk túl. But that we would step beyond. Úgy értem, volt, ahol a három az volt a természeti szám. I ami mean, nem volt elég. At certain places, three was the natural number, something that was not enough. Hanem az üzenet lényege ez, hogy menjünk tovább. But the essence kérjünk of tovább. The main point of the message merjünk is that we would go többet. On, merjünk we would dare to keep asking. There, let's dare to trust God for more. Nem adhatja talán meg. Can't he give it to us? Daniel 10-ben. In Daniel 10. Daniel egy kicsit több mint háromszor kérte. Daniel asked more than three times. Három héten át, ha jól emlékszem, három héten át. For three weeks he kept praying, I believe. És jó sokáig. And for a long time. És nem adta fel. And he didn't give up. És nem állt meg, és nem szűnt meg. And he didn't cease praying. És Isten válaszolt neki. God answered him in a mighty way. De ne szűnj meg imádkozni. But don't stop praying. Don't stop asking. Korán. Early. Ne szűnj meg kérni személyesen. Don't stop asking personally. And don't stop asking with zeal. Legyen ima az életünkben. Let there be prayer in our lives. Why? Hadd mutassak egy példát. Let me show you an example. Kérlek, lapozzatok velem Ésaiás 7-hez. Please turn with me to Isaiah 7. Ésaiás 7-ben. Isaiah 7. Jött egy hír. News came. Igen, második vers. Verse 2. Megjött az ellenség. The enemy arrived. Hírül vitték ezt Dávid házának, és jelentették, mármint a királynak. And it was told the house of David saying, and that the house of David was the king. Arám egyesült Efraimmal, mármint két ellenség összefogott ellenünk. Syria is confederate with Ephraim. I mean, two of our enemies are allies now against us. Erre úgy kezdett reszketni a király szíve és népének szíve, ahogy az erdőfái reszketnek a szélben. And his heart was moved, and the heart of his people, as the trees of the wood are moved with the wind. Okay. Mi történt itt? So what happened here? Meg vagyok győződve. I'm convinced. Hogy meg vagyok győződve, hogy Ahábnak és az ő népének people, nem volt ima az életében. They didn't have prayer in mi their történik lives. Velem? What's happening természetszerűleg. To me? Természetszerűleg naturally, az idő time elszalad mellettem, runs by me, és nem kapom el, and I és nem ragadom it, meg arra, amire való, and I don't take hold hanem csinálom azt, ami jön, should, és mi történik velem. Comes up, and jön valami happens, baj, comes, és mint az erdő fái, reszketek like és dülöngélek, nincs forest, tartásom. Moving, I don't have a poise. Nem vagyok összeszedett. I'm not poised. Nem vagyok felkészült. I'm not prepared. Mert hagytam elszaladni a dolgot. Because I let it run away. És amíg Jézus imádkozott, and while Jesus was praying, addig a tanítványok elaludtak. The disciples were sleeping. És ez egy figyelmeztetés nekünk. And that's a warning for us that it can happen. Isten munkája zajlik körülöttem. That the work of God valami is hatalmas going dolog on történik. Around me. Something amazing is valami happening. Lenyűgöző dolog történik. Something wonderful is tudom happening. Is én, I don't know. A Biblioiskolában, a Káriszban, az iskolánkban, a GGIS-ben, a másik iskolánkban, a gyülekezeteinkben, országszerte, Kaposváron, Szegeden, Mezőberényben, Szolnokon, Kecskeméten, Gödöllön, Fehérváron, 17. kerületben, 12. Biztos, hogy kijöttem valakit, de Paks és Dunaújváros. Valami lenyűgöző történik a gyülekezeteinkben, de én mellettem elszalad a lehetőség, runs, és elmulasztom me, a lehetőséget. I miss the a misszionáriusaink kint vannak a missziós mezőn. 17-en? 17 of them? 16-an. 16 of them. 16-an, tudod, 16 of them. És lehet, hogy én elmulasztom a lehetőséget, hogy imádkozzam értük. És figyelj, ha elmulasztom and a lehetőséget, hogy imádkozzam, if I miss the opportunity azzal to pray, sokkal többet mulasztok. Then I emit much more. Mert nem leszek érzékeny arra, hogy mit akar tőlem Isten ebben a pillanatban, ebben God az órában, ebben a napban, moment, ebben az hour, évben. Day, mi a célja ezzel a
nyárral. Purpose is with this summer. Imádkozol ezért? Are you praying for this? Uram, mi a célod ezzel a nyárral? Lord, what is your purpose Uram, with this summer? Uram, hova szeretnél vinni Lord, minket? Where would you like Uram, to take a gyülekezetünk. Lord, our church. Uram, a testvéreim, Lord, my akik bajban and vannak, who are in trouble, akik munkanélkül vannak. Who are unemployed. És mi történik? Elszalad mellettem az idő. Time just runs by és olyan leszek, mint ezek. And I'm gonna be just hogy, like them. Hogy reszketek, mint a fák a szélben. I'm just trembling like the hogy, trees hogy in the wind. Hogy megreszket engem bármi rossz hír. Any nincs bad tartásom. News will make me tremble. I nem don't have a poise. I'm not poised. Nem vagyok kész I'm not ready arra, hogy megálljak. To stand. És figyelj! And listen. Amikor elkezdett imádkozni Máté 26-ban, when he started to pray in Matthew 26, akkor Jézus is azzal küzdött, amivel mi? Then Jesus was struggling with the same thing azt olvassuk, hogy elkezdett gyötrődni. We read that he started to be sorrowful. És szomorkodni. And he was heavy. Mi is ilyenek vagyunk, amikor jön a dolog. Way when something comes. De ha van ima az életemben, but if there's prayer in my life, tudod, amikor jön a baj, when trouble comes, akkor úgy tűnik, hogy az idő felgyorsul. Then it seems tudod, that time de, is getting faster. But és arra használom, it, amire való. If I take a hold of it and ha I use it for what pillanatot, it is for, if I take a hold of that és moment, örökkévalóvá teszem, and make it eternal, és közösségben vagyok Istennel, and I'm in fellowship ebben a pillanatban, with God in this very moment, akkor valami gyönyörűt találok. Then I will find something beautiful. Isten válaszát. The answer of God. Istennek az erejét. The power Istennek of God. A jelenlétét. The presence arra of God. A percre. For that moment. Arra az órára. For that hour. És erre van szükségem. And this is what I need. Miért teszem ezt? Why do I do that? Itt a 147. versben. Here in verse 147. A vers végén azt mondja. At the end of the verse it says. A te beszédedben van reménységem. My hope is in your word. Nem azért, oké, miért teszem? Why do I do it? Úgy éreztem, imádkoznom kell. Well, I felt I should pray. Megesik. It nagyszerű. Happens. Nagyszerű, ha megesik. It's amazing if it happens de to me van, that I feel nem? like praying, but what if I don't? Akkor az érzelmeim nem mondják. Then my emotions are not telling me to de, do it. De nem az érzelmeimben van a reménységem. But my hope is not in my emotions, amen. Hey, hallhatnék egy amen. Did I hear an Hölgyeim? Amen? Ladies, amen. Köszönöm szépen. Nem you. Az érzelmeimben van a reménységem, so hanem a te beszédedben emotions, van a reménységem. Oké, okay, nem all a képességeimben right? van a reménységem. My hope is not in my abilities. Amen. Amen. Nem abban van. Nem it's a, nem a figyelj, nem a testvéreimben and van it's a reménységem. Not in my brothers and sisters. Amen. My hope is not in them. Amen. Nem a családomban. And not in my family. És csak nem is a pásztoromban. Not even in my pastor. Amen. Köszönöm azt az ámen. Thank you for that amen. Ki vagy átkozva a gyülekezetben? You're excommunicated from the church. Nem is használjuk ezt azt, hogy Gyöngyi annyira nem tudja. De hogy, yeah, we don't use that verse. De hogy, I can't even pronounce de hogy tudod, hogy miben van a reménységem? What is a te my beszédedben in? Van a reménységem. My hope is in your azért word. Imádkozom. That's why I'm praying. Azért imádkozom. That's why I'm praying. Mi van, ha nem érzem? What if I don't mi van, feel ha nem it? Találom? What if I can't akkor find imádkozom it? Tovább. Then I akkor just megyek keep utána praying. Tovább. Then I just keep chasing it. Egy értelemben úgy mondja. In a sense it says. Egy értelemben úgy mondja, hogy mindegy, mi történik. It doesn't matter what én, happens. Én bízom a te igédben. I trust your word. Én bízom abban. I trust. Ez az, amit nem találtam. Okay. 88-14, bocsánat, so ez volt. Nem 4, hanem 14. Psalm 88-14, I mean 13 and not 14. Okay, és így kezdődik. And this verse is what I couldn't find before, but this is how it starts. De. But. De. But. Mindegy, hogy mi van. Doesn't matter what's de going on. De én akkor is hozzád esdeklek, Uram. But unto thee have nem érdekel, I cried, hogy o Lord. Mi történik. I don't care én akkor is hozzád happening. Imádkozom. I pray to you. Ez olyan, mint az ember, oké, okay, tudod, egy ember nem szereti, nem tudom, hányan szeretitek az injekciót? How many of you like to get a shot? Én nem értelek benneteket. I don't understand you. Nem mindenki szereti az injekciót. Not everybody likes to get a shot. Attól még hányan engedjük meg, hogy beadjanak but egyet, ha megmenti az életünket? Allow the doctors to give us one if that can save our lives. Nem rossz, a gyülekezet 30%-a okay, megmarad. Okay, 30% of okay, the lehet, hogy tanítok majd erről egyszer. Maybe de, once I will teach about that. Amikor beteg, lehet, hogy nem élvezem a gyógyszert. When I'm sick, I might not enjoy the medicine. De az nem baj, attól még beveszem. But it doesn't matter, I still take it. Mert szükségem van rá. Because I need it. Egy értelemben azt in mondani. A sense to say, történhet minden. Anything engem can nem happen. Érdekel. I don't care. A te igéd azt mondja, your word says, hogy a benned bízók, that those who trust hogy a hit, in you,
that ezek jelentenek neked valamit. Úgyhogy hozzád fordulok. Téged kereslek, és imádkozom, és kérlek téged. És esik, vagy fúj, napsütés, vagy hó, imádkozom hozzád. Szükségem van rád. Kérlek, Istenem, megragadlak téged. Please, God, I just want to take a hold of you. Amikor ment keresztre, going to the cross, akkor imádkozott. He prayed. Legyen ima életünk. Let's have keressük prayer, az Urat korán. Prayer life. Keressük őt let's személyesen. Let's seek the Lord early. Let's seek keressük him personally buzgón, and let's seek és him ne zeal. Meg, and let's not bízni cease ő benne. Trusting merjünk him. Kérni tőle. Let's dare to Isten ask válaszol things nekünk. From him and he's going to answer amen. Us. Amen. Hányan láttunk már ima válaszokat? How many of us hányan? Experienced yeah. prayer answers? És ha nem láttál, akkor if you haven't, then just pray and you will. Oké. Okay. Right. Amen. Amen. Imádkozzunk együtt let's akkor egy rövidet. Together, just very shortly. Mennyei Atyánk. Heavenly Father. Köszönjük neked. Thank you. Azt, amit adtál nekünk most. For what you have szóltál given nek us hozzánk. Now, what you spoke köszönjük, to Urunk, us. Az örömet, a vidámságot. Thank you, Lord, for the joy and szabadságot, a nevetést, a mélységet, a tartalmat. Content, a te szellemed szolgálatát a gyülekezetet felé. Köszönjük, Urunk, hogy föl akarsz készíteni bennünket. Thank you, Lord, that you want to prepare us arra, ami jön. For whatever is coming. És lehet, hogy mi még nem is látjuk, and we might de te not tudod. Even see it, but you know it. Urunk, kérünk téged. Lord, we ask you vezess minket to lead us imára, to pray imában. In prayer. Igen, Urunk. Kérünk téged, yes, we ask add ezt you, nekünk személyesen, gyülekezetként. And also as a church. Ha ez a vágyad, akkor csak hitben tedd fel a kezed az Úr előtt. Uram, kérünk téged, Lord, we ask you, vigyél minket mélyebb ima életre. Take us further and deeper into prayer. Adj nekünk egy mélyebb járást veled give ebben, us a deeper növekedést. With you in this. Give us growth. Igen, Urunk, köszönjük neked. Yes, Lord, thank köszönjük you. Neked. Thank you. Nálad nélkül semmit sem tehetünk. Without you we cannot do anything. Szükségünk van we rád. Need you. Ha úgy vagy itt, and if you are here, a mai napon, today, még nem bíztad Jézusra az életed, and you've never trusted your akkor van itt to egy Jesus, fontos ima a számodra is. Then there's an important prayer for you too. Ha a neten nézed, if you are watching through the hozd meg ezt a döntést, just make that decision, mondd azt a szívedben, and say it in your heart, egyszerű szavakkal, with simple words, kizárólag Istennek, only to God, csak neki kell tudnia, only he needs to know mondd azt neki, just tell Jézus, him, Jesus, kérlek téged, I ask you, gyere az életembe, come into my life, légy az én megváltóm, and be my savior, meg akarlak ismerni téged. I want to get to know you. Szükségem van I need arra az Istenre, that God, aki közel akar lenni hozzám, who wants to be near me, aki fizetett a bűneimért, who paid for my sins. Jézus, gyere az életembe. Jesus, please come into légy my a life. Megváltom. Be my savior. Bízom benned. I trust you. Hiszek benned. I believe in you. Ments meg engem. Please save me. És ha életedben először imádkoztál így, and if you prayed like this for the first time in your life, az életed legjobb döntése, and that's the greatest decision of your és life. És amint a gyülekezet imádkozik, and as the church is kérlek praying, egy pillanatra csak tedd fel a kezed, just for a moment, raise your hand, tudjam, hadd örüljek veled, aztán leteheted. Let me rejoice together with you, and then you szeretnénk can put it back adni down egy csomagot again. Is, ami segít elindulni and we would az úton. Also like to give you a little package valaki, that helps you to start out in the way. Is there anyone who made that decision? Please raise your hand. Thank you, God bless you. Valaki? Is there anyone else? Bárki más? Anyone else? Tedd fel a kezed, just raise your hand and you can put it back down again. Rendben. All right. Urunk, imádkozunk a nővérünkért. Lord, we pray for our sister. Áld meg őt az úton. That you would bless her. Vigyázz őt, vezess őt. In the way that you would protect her and lead her and minister to her and encourage her. Igen, Uram. Óvd meg őt az ellenség munkájától. Protect her from the work of the enemy. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. 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 Okay. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Right. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Thank you for your attention. Halleluja, glory to the Lord. Azt hiszem vasárnap este is, szerdán is. I believe így, Sunday night. Még a húsvétről fogunk beszélni egy kicsit az eseményekről. We are kicsit going visszatekintve. To speak about Easter, aztán majd rátérünk about the a pünkösdre. Looking back a little bit and then we will speak about Pentecost. Nézzük csak. Két dolog az egyik, hogy péntek este so Friday night, lesz akkor egy imaesténk, 7:30 itt az épületben. Here in the building. Figyelj, csodálatos lehetőséget it's adunk neked. Opportunity for you.
Díjmentesen imádkozhatsz velünk. You can pray without any charge, okay. Any fee. 7:30-kor itt találkozunk, és lesz so 7 óránk együtt. 7:30 here and we are going to have 2 hours together. A sáfárok azt tanácsolták, hogy kérjünk pénzt érte, de azt mondtuk, hogy nem, most ingyenes lesz. Nem igaz, nem. Nem hagyjuk, nem fontos. Nem akarom befeketíteni a nevüket a nemzetközi közönség előtt. És aztán oké, május 1-e. So the 1st of May. Egy hét múlva. In a week. Szerdára esik, ugye? It's Wednesday. Oké, az a tervünk. So our plan is. Kimegyünk Érdre. To go to Érd. Piknikezni. To have a picnic. Hányan jönnétek? How many ha Miki bá csinálna paprikás krumplit. If Miki bá do többen. Paprikás okay, krumplit. Jó, okay, igen, more nagyszerű. And more. All jó, right, okay. Amazing. Az a terv, so hogy kimegyünk 10-re, frisbizünk, tábortüzet rakunk, beszélgetünk, frisbee, hülyéskedünk, campfire, kicsit talán prédikálunk around, általában. Ha valakinek nagyon megy, akkor éneklünk. And if there's someone there who can, then we will sing. Matyi foci csapatot szervez. And Matyi föltenéd a kezed, Matyi, nála lehet jelentkezni rá, oké? Okay? Matyi, and you can okay. Sign up with him okay, for és, soccer teams. If you want to play soccer, kezed, Matyi, mert nem so raise your hand because they don't know who that is. Oké, okay, jó, rendben van. Okay, és aztán, és az a tervünk, hogy... hogy jövő szerdán este, aki nem füstös ruhában, alul öltözve jön Isten tiszteletre, az szégyelje magát. Okay. Okay. Úgyhogy az a tervünk, hogy onnan jövünk Isten tiszteletre, jó? Service úgyhogy, with smoky clothes and not really dressed up nicely, then shame on you. Úgyhogy gyertek, come to church from there. So come and ha nem havazik, akkor ott leszünk. If it's not snowing, we are going to be there. Okay, ennyi, és all aztán right, kérlek, álljatok fel. Énekeljünk még egy dalt együtt, dicsérjük az Urat együtt. Let's praise the Lord together.